Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit az első tavaszi hónap első adásában március 2-án 17 óra 20 perckor kedden. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Matúz Jánossal az Én Petőfi című tévéjátékról, amellyel ez évben köszöntjük március 15-ét. Majd Rodi Cseszter lesz a vendégünk, a Kápolnásnyéki Halászkastély igazgatója és a kastély koronavírus járvány nos programjairól ad tájékoztatást. Tartsanak velünk! Én Petőfi címmel idézhetjük meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdőpontjait, erről beszélgetünk Matúz János rendezővel. A ti életeteknek a szabadság olyan, mint halnak a víz, madárnak a levegő, vadnak a rengeteg. Legyetek inkább halni készek vele, mint élni nélküle. Midőn mindeneteket föláldozátok érte, és a szabadságot megnyerétek, nem vesztétek semmit, hanem nyertetek mindent. Ezt Bozai Pál egy fiatal jogász mondta, aki 1848-ban katonaként mindösszesen 23 esztendőt élt meg. Legyen ez a bevezetőm, hiszen ma az Én Petőfi című fantasztikus tévéjátékról fogunk beszélni, amelyel Székesfehérvár köszönti és tiszteleg a 48-49-es forradalom kitörésének napjáról, március 15-től, és ahogy már megszokhattuk, vendégem Matúz János, a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ művészeti intendánsa, aki a darabot rendezi és írta. Végig kísérhettük, hiszen a Fehérvár Televízió munkatársai, operatőrei munkájának is köszönhetően betekintést nyerhettünk, hogy hogy készül ez a tévéjáték, és azt hiszem, hogy nagyon sok mindenki közrejátszott abban, hogy ez egy örökre szóló élmény. Nekik is, nekünk is. Ugye magát a darabot március 15-én láthatják itt a Fehérvár Televízióban, a székesfehérváriak és mindenki, aki megnézi, én azt mondom, hogy érdemes. De ha visszatekintünk a te pályádra, mármint a március 15-éhez köthető pályára, azt tudjuk, hogy ez a sokadik olyan darab, ami mindig más, és mindig valami újat ad. Én például Bozai Pált azért hoztam ide, mert ő is egyik olyan különleges személyiség volt, akiről nem beszélünk igazából gyakorta, nem is ismerik szerintem a köznapi emberek, viszont az az identitás, ami őt a március 15-éhez fűzte, és a szabadsághoz fűzte, az példaértékű. És akkor itt jössz te, aki szintén, hiszen nélküled ezek a nagyívű filmek, drámák, amelyeket színpadon is láthattunk, nem jöttek volna létre. Hát nekem szerintem nagyon nagy szerencsém van, hogy én már sokadik alkalommal, hetedik alkalommal rendezhetek meg ugyanarra a történetre egy ünnepi műsort. Ez több szempontból is fontos, mert egyrészt, mert különböző, évről évre különböző középiskolai, általános iskolai közösséggel dolgozom, ezért mindig újabb és újabb szemszögből tudok ránézni a már mindenki által ismert történetre. Mivel a történetet mindenki ismeri, ezért bizonyos szempontból bele lehet menni részletkérdésekbe, be lehet mutatni mindig újabb és újabb színét ennek a történetnek. Ugye dramaturgként én hozzá vagyok ahhoz szokva a pályám alatt, hogy a történeteket mindig az adott rendező instrukciói, vagy meglátásai, vagy víziói szempontjából gondoljam végig. Itt én most a saját magam dramaturgia vagyok ilyen szempontból, és az adott közösség szellemi állapotát, képességét a közösség mindenkori itt és mostjára próbálok ezekkel a történetekkel még ráerősíteni. Tudom azt, hogy melyik iskolai közösség körülbelül hol tart a saját fejlődési útján, ami a színpadi játékokat illeti, és megpróbálok arra a közösségre írni történetet. Aztán ott van a város közössége, az ünneplő közössége, aki egyre nagyobb
kedvel jön el és nézi meg ezeket az utcaszínházi, nevezzük így, városház téren felállított színpadon látható eseményeket. De szerintem sikerül közösen annak a nyomára bukkanni, hogy mit is jelent az, hogy ünnep. Az ünnep az nem egyszerűen egy munkaszünet, amikor nem kell dolgozni menni. Az nem az, hogy nem kell fölvenni, nem kell korán kelni, hogy ráérsz délelőtt felöltözni, és hogy elmehet a nap, hanem az ünnep az, amikor az ember a szívét ünneplőbe öltözteti. És az azért teheti meg, mert azon a napon történik vele valami. Az igazán szép nagy ünnepeken mindig a szívünkben történik valami, és én a diákok segítségével megpróbálom mindig ennek a közösségnek elmondani új és új formákban azt, hogy milyen az, amikor egy nap történik valami. Ennek tükrében mondhatjuk, ugye, hogy a felgyorsult világban soha nem volt nagyobb szükség rá, hogy ezt kifejezzük egy olyan darabbal, ami visszatekint, ugyanakkor ízig-vérig mai bizonyos értelemben, hiszen olyan fiatalok játsszák, akikről el sem tudjuk képzelni, hogy valóban átélik, megélik mindazt, ami azokban az időszakokban történt. Ezeknek az ünnepeknek, amikhez nekem közön van, szerencsére mindig van egy nagyon hasonló dramaturgiája. Ez azt jelenti, hogy egy folyamatos crescendo az egész. Elindul egy piciből a nap elején, és estére, vagy két nap múlva kinövi magát egy visszafordíthatatlan helyzetté, amelyben előállt egy mindenki által nagyon vágyott állapot, a szabadság felé vezető úton, tehát nagy lépés. És furcsa módon ezek az előadások, a diákok segítsége, az ő közreműködésükkel, ez mindig be is bizonyosodik. A közösség számára is, és a színházi előadás számára is. Ettől lesz ennyire vonzó az, amit a színpadon lát a közönség, hogy van valami olyan element, olyan kibontakozó elementáris erő, ami lesüt a színpadról. Holott a cselekmény tulajdonképpen ismétlődik, de mindig megtalálod azokat a fiatalokat, akik, ahogy mondtad, elementáris erővel tudják megmutatni, hogy mi minden történt 171 néhány évvel ezelőtt. Én nagyon-nagyon boldog vagyok, úgy hozta az élet, hogy ugye egy időben, az első néhány évben volt egy körém gyűlt fix csapat, különböző iskolákból oda érkezett tehetséges fiatalok, fiúk, lányok. Nem egy közülük most már a egyetemi szinten tanulja a tanulmányait, de most néhány éve komplett iskolai közösségek, itt egy ilyen vándor köszörűs, járok iskoláról iskolára, és azzal az anyaggal találkozom, emberanyaggal, akik ott vannak. És ez nagy kihívás megtalálni őket? Nem. Ők ott vannak, ott vannak az ő saját közegükben, odaérkezem, kapok egy mandátumot arra, hogy akkor én dolgozhatom ezzel a közösséggel. Először nem nagyon érti senki, hogy mit akarok ott, hiszen oda belecsöppenek ebbe a történetbe, és a legvége az mindig egy nagy közös ünnep. Tehát így volt ez a telekivel is idén, akikkel már tavaly elkezdtük ezt a munkát, csak a Covid miatt ugye abba kellett hagyni ezt a történetet, nem tudtuk igazából a dolgot továbbvinni, és egy hihetetlen euforikus forgatás van a hátam mögött. Tehát a te diákszínpadról beszélünk. Igen. És itt említsük meg azért Somos Ákos nevét, hiszen drámatanárként ő nagyon sokat tett azért, hiszen mi látjuk, hogy folyamatosan fejlődnek ezek a fiatalok. Minden ilyen iskolai diák közösség élén, vagy elején áll egy nagyszerű pedagógus. Tehát Fehérváron nagyon-nagyon sok, példátlanul sok tehetséges drámapedagógus van, aki ezekben a közösségekben hihetetlen munkát végez. Én ezeket a csoportokat egy pillanatra átveszem az ő életükben, és hirtelen együtt megfogalmazunk valamit. Tehát kiemeled őket voltak éppen a megszokott közegükből, hiszen ez független attól, hogy ők az hétköznapokon is foglalkoznak drámával, színjátszással, azért ez kicsit mégis más, hiszen egy olyan város, mint Székesfehérvár egyik, és a legnagyobb magyar ünnepén szerepelni önmagában, ráadásul egy ilyen mágikus történet a március 15-e számukra, a fiatalok számára, azt hiszem, hogy ez felemelő. Akkor lesz ez mágikus történet, hogyha igazán elementárisan végigjátsszák. Tehát én a beleereszkedés tisztaságát
és az együttmozgás erejét tudom nekik továbbadni ezekben a műsorokban. Nagyon fontos, hogy ezeket mindig adott figurákra írom, tehát annak a közösségnek írom. Én magam újra és újra végig élem ezt a folyamatot, és ezeket a tiszta energiákat gyakorlatilag kinyerjük egymásból. Ők kinyerik belőlem, és én kinyerem belőlük. És ez nagy felelősség, hiszen az emberfia azt gondolja, hogy itt már nem lehet újat mondani. Mármint március 15-től. És én pedig azt tapasztalom, hogy mindig más, és mindig valami egészen nagy erővel tör fel bennünk, nézőkben is, az, hogy micsoda fantasztikus különbségek vannak egy-egy előadás között. Én mindig úgy állok neki ezeknek a szabadtéri nyilvános ünnepi előadásoknak, hogy megpróbálom überelni az előző évét, és mindig van bennem egy tamáskodás, hogy ez vajon sikerül-e, és bizonyos szempontból eddig még mindig tudtam valami újat mondani, de most nagyon őszintén megmondom neked, hogy ezt az én Petőfivel én most szerintem odaértem ebben a történetben, ahonnan most nem nagyon láttam, hogy hová van feljebb. Ugyanakkor én némiképpen szeretnék arra rávilágítani, hogy nem hiszem, leginkább azért nem, mert olyan csapatod van, és akkor beszéljünk a többiekről is, akik mindig hoznak valami újat. Gondolok itt elsősorban, tehát most megvan a Teddy, eddig más középiskolák színjátszói voltak, viszont ott van Cserta Balázs, Szirtes Edina Mókus és a többiek. Ne, tehát én nem tudom, hogy Székesfehérvár tudja, vagy miért tudná, hogy milyen zsenik laknak itt. Tehát az, hogy ilyen színvonalú emberekkel, ilyen világ összes színpadán vitathatatlan minőségben megjelenhető emberek írnak nekik zenéket, hangszerelnek nekik. Az, hogy a Balázs stúdiójába elmehetnek a diákok felmondani a szövegeiket, a Balázs ugyanen alázattal rakja ki eléjük a mikrofonokat, mint hogyha egy nagydíjas, világhírű zenészet tenné ki. Tehát egy nagyon komoly csapat, nagyon komoly elszánással és nagyon tiszta hittel dolgozik. Mert csak azért dolgoznak, mert egyszerűen szeretik csinálni, és én is szeretem csinálni. És ráadásul nem feledkezhetünk meg Falvai Miklósról, Tátrai Rékáról, Majoros Robiról, tehát a tánc is van, azt hiszem, hogy így kerek a történet. Az idei, az Én Petőfinek a televíziós változata, az tényleg egy ilyen összművészeti ünnep lesz, és akkor tényleg nagyon komolyan beszélünk a Tátrai Rékáról, aki ugye tavaly még a Vasvári Pál Gimnázium végzős diákja volt, és én a Fehérvár táncosa óta vagyok vele kapcsolatban, és kértem föl különböző koreográfikus munkák elvégzésére. A Réka hihetetlen tehetséggel, és minden megvan benne, ami egy igazi művészhez szükséges, gyűjti az erejét, és itt gyakorlatilag nem csak hogy koreográfiákat csinált az előadáshoz, én megkértem arra, hogy rendezze is meg szabad téren ezeket a koreográfiákat, sőt, itt a Fehérvár tévben ő fogja össze is vágni a saját korát. Tehát gyakorlatilag két rendezője lesz az ide előadásnak, a Tátrai Réka velem egyenrangú rendezőként, mint a koreográfus rendező, teljes egészében ő fogja végig vágni a táncokat. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon várjuk. Annál is inkább, tehát még egyszer mondom, kedves nézőink, hogy március 15-én hétfőn 18 és 20 órakor sugározzuk ezt a tévéjátékot, ahol életre kell a 12 pont, és János, hadd búcsúzzam úgy Vasvári Pállal, mert őt is méltalatlanul elfeledjük, aki azt mondta, hogy én is ott járok a viharos események közt, mint Plinius egykor a Vezúv-hegy tűzokádásánál, a természet roppant tüneményét vizsgálva, hogy az utókornak leírja, és míg az utókorról gondoskodott, a lávatömeg őt eltemeti. Ezt Vasvári Pál mondta, hát nyilván itt most nem fogjuk eltemetni ezt, hanem mindig várjuk a következőt, és most én azt gondolom, hogy aki a televízióban ezt a tévéjátékot választja, az megbizonyosodhat arról, hogy nagyon jó kezedben van ez a nemzeti ünnepünk is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk műsorunkat. A
koronavírus online térbe kényszerítette a kulturális intézményeket, így van ez Kápolnásnyéken is, ugyanakkor a Halászkastély, bár nem kivétel, Rodicseszterék természetesen tettek azért, hogy továbbra is rendezhessenek kulturális programokat. Nos, kedves nézőnk, ahogy ígértem, ma az elvarázsolt kastélyba invitálom Önöket, vendégem pedig Rodicseszter, a Kápolnásnyéki Halászkastély művészeti vezetője, mindenese igazgatója. Köszöntelek, örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen a meghívást. Igen, hát ugye beszélgettünk itt az adás előtt, hogy az online tér szerepe megnőtt. Nem tehetünk róla, és nyilvánvaló, hogy a koronavírus járvány végezték, ez így is marad. És ilyenkor óriási kihívás egy művelődési intézmény vezetőjének, hogy miként töltse meg online tartalommal, hiszen az emberek számítanak rá. És a Kápolnásnyéki Halászkastély az elmúlt időszakban annyira feljött abban az értelemben is, szintje szerint, tehát az érdeklődés szintjén is az emberek szemében, hogy igenis elvárják, hogy ez folytatódjék. Mit sikerült megszervezni, hiszen régóta várunk erre a pillanatra? Ez így van. Ugye nyáron sikerült azért kinyitnunk egy rövid időre, és akkor is éreztük a márciusi első hullám után, hogy mekkora igény van az emberekben arra, hogy jöjjenek hozzánk, hogy részt vehessenek a programjainkon. És aztán mi igyekeztünk nagyon aktívan szervezni és bonyolítani a különböző rendezvényeket, kiállítás megnyitókat. És hát sajnos az őszi megnyitónk után, tehát a vadászfegyverek, Fegyvervadászok című kiállításunk megnyitója után nem sokkal be is kellett zárnunk, úgyhogy már ez a kiállítás is egy olyan kiállítás, ami sajnos zárt ajtók mögött várja a sorsát, ami sajnos nem túl biztató. Úgyhogy ez az egyik oka annak, hogy elkezdtünk gondolkodni azon, hogy mit tehetünk, mit találjunk ki, hogy egy kicsit tartsuk a kapcsolatot a nézőinkkel, a látogatóinkkal. A másik, hogy a Magyar Kultúra Napja alkalmából megosztottuk a Halászkastély oldalán az egyik kastélymesés beszélgetésünket Nádas Tibor Bála grófnővel, és hát ez akkora sikert aratott, hogy ez is bátorítást adott arra, vagy egy lendületet ahhoz, hogy kitaláljunk még ilyet. Úgyhogy ki is találtunk egy párat, most májusig havonta egy program már megszokott, valamilyen program az, amivel készülünk a közönség számára. Hát most már akkor mindenféle módon elérhető lesz a Halászkastély kulturális tere és az ott szereplő vendégek. Úgyhogy rögtön az első alkalom az Németh Balázs történész tárlat vezetése a már említett kiállításunkban. Igen, ez a vadászfegyverek, fegyvervadászok kiállítás. Így van, a Magyar Nemzeti Múzeum tényleg csodálatos gyűjteményéről van szó. Szebbnél szebb tárgyak és különleges történetek kapcsolódnak ehhez a kiállításhoz, úgyhogy ebbe enged betekintést Németh Balázs történész egy picit rendhagyó módon, úgyhogy remélem, hogy ez is megnyeri majd a közönség tetszését. És aztán a következő alkalom az a Fülemüle kastélykoncert, az én kedves gyermek kastélykoncert sorozat kezdeményezésem, amelynek apropóját most Bach születésnapja adja. Tudjuk jól, hogy most már évek óta nagy sikere zajlik a Bach Mindenkinek Fesztivál, amely közkívánatra, hogy úgy mondjam, úgy határozott, hogy akkor ők is megtartják online módon az idei évben is, vagy az idei tavasszal is ezt a fesztivált, és ehhez kapcsolódik a mi programunk is. Bartek Zsolt a házigazda, és a hárfa lesz ezúttal a vendég, és hát szebbnél szebb Bach műveket láthatnak, hallhatnak majd kicsik és nagyok, hiszen most nem csak a gyerekek lesznek a közönségünk, de őszintén remélem, hogy nagyon sok gyerek is meg fogja majd nézni ezt a programot. Igen, is. És akkor jön húsvét, illetve nagypéntek. Én ezt azért mondom előre, mert hogy én Sebestyén Márta fán vagyok, varázslatosnak tartom, és hát a húsvét ünnep Sebestyén Mártával az valami fantasztikus. Igen, én is nagyon nagy örömmel és szeretettel készülök erre a találkozásra. Kastélymesék programunknak a keretében sikerült őt vendégségbe meghívni magunkhoz, és elkíséri őt Andrejszky Judit is, aki hát egyrészt jó barátja, barátnője, másrészt művésztársa, zenésztársa is.
Úgyhogy velük fogok beszélgetni, és ezt a húsvétra hangolt, vagy húsvétra hangoló beszélgetést szebbnél szebb dalok, zenei produkciók fogják majd megszakítani. Úgyhogy igyekszünk egy nagyon szép és valóban a húsvét lelkületére készítő beszélgetést megosztani majd az érdeklődőkkel. Nincs kétségem felőle, hogy így lesz. A következő ünnepünk Pünkösd, nem múlhat el nyomtalanul a Lászkastély életében sem. Így van, májusban Ignác Attila lesz a vendég, aki szerintem sokak számára ismerős név. Mindenféle rendezvényhez kapcsolódóan előkerül, vagy azért, mert énekel, vagy zenél, vagy azért, mert hangosít, és a technikai hátteret biztosítja. És hát már évek óta beszélgetünk vele, hogy ő ugye operaéneklést is tanult, hogy készül egy Frank Sinatra koncerttel, és én minden évben megkérdezem, vagy minden fél évben tőle, hogy akkor kész van-e már, és hívhatom, és jön-e. És hát most, hogy ő is csendesebb hónapokat él, hiszen sokkal kevesebb a rendezvény, ahol dolgozna, így most végre elvállalta, és összehozzák, nem is akármilyen társaságban ezt a Frank Sinatra koncertet. És terveink szerint ez nem is csak egy koncert közvetítés, hanem inkább egy koncertfilm lesz. Úgyhogy belakják a kastély különböző tereit, és szebbnél szebb dallamokkal fognak bennünket szórakoztatni. Most én azt ígérem, hogy természetesen ott leszünk, független attól, hogy online, és beszámolunk róla, mert hogy ezek nagyon fontos lépcsőzetesen egészen májusig. Viszont van egy március 5-énk nekünk, március 5-én lesz a Vörös Marti vers ünnep döntője. Én azt hiszem, hogy ez egy rendkívül bátor vállalkozás volt, de ahol, egy olyan településen, ahol ott van a Halászkastély, és ott van most már a Vörös Marti emlékház is, amelyet egyként képviselsz, és akkor még a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskoláról nem is beszéltünk, ott egyszerűen kötelező egy ilyen évfordulón Vörös Marti vers ünnepet rendezni. És annál is inkább bejött ez az álom, mert hogy soha nem látott mennyiségű fiatal, és rendkívül jó fiatal jelentkezett ezre az online versmondó versenyre, és most március 5-én lesz a döntő. Így van. Mi is nagyon örülünk annak, hogy ennyire sokan jelentkeztek, és hogy sikerült elérnünk a fiatalokat ezzel a felhívással. Hála Istennek határon túli fiatalok is jelentkeztek, sőt, döntőben is van egy fiatalember, Gyergyó Ditróról. Úgyhogy ő is bekapcsolódik majd ebbe a döntőbe, aminek a megszervezése úgy zajlik, hogy a zsűri jelen lesz a kastélyban, és a fiatalokat pedig bekapcsolják az online térből. Egy szabadon választott és egy kötelező vers az, amit elmondanak majd ezen a napon. És hát nagyon nagy izgalommal várjuk, hogy sikerül majd ez az első ilyen típusú kísérletünk. Tudom, hogy már volt több ilyen online versünnep, vagy egyéb tehetségkutató verseny, amelyet így kényszerültek megszervezni, és jól sikerült. Hát nekünk ez most egy nagy próba lesz, de bízom benne, hogy jól sikerül, és hát azt hiszem, hogy azzal is számolnunk kell most már, hogy a fiatalok könnyebben elérhetők az online téren keresztül, igen. És talán vállalkozó szelleműbbek is válnak akkor, hogyha nem feltétlenül kell személyesen megjelenniük, de a gondolataik, az érzésviláguk, az ő interpretációjuk valamilyen módon közvetíthetővé válik. Volt szerencsém végigkísérni az elődöntőt, illetve egy részét legalábbis. Én azt gondolom, hogy valóban így van, egy nagyszerű mezőn gyűlt össze. Nehéz dolga lesz a zsűrinek, azért a rendkedvéért említsük meg, hogy a zsűri tagja te magad, természetesen Elsimon László országgyűlési képviselő, emellett Kelemen István, a Vörösmarty Színház művésze, Bobori Zoltán, a Vörös Marti Társaság elnöke, és Bakonyi István, a Csóri Sándor Társaság elnöke. Úgyhogy egy pazar csapat, és remek a mezőny is, a kicsiknél, a nagyoknál nem különben. Nos, hát én köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és mondom még egyszer, természetesen bizakodva várjuk a tavaszt. Előbb-utóbb úgyis vége lesz, de ne legyenek illúzióink. Azok a rendezvények, amelyekről most beszámoltunk februártól májusig, azok bizonyosan online térben kerülnek megrendezésre. Ez így van. Eszter, köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban ugyanitt, viszontlátásra!